Ahogyan az esperes elmondta, a hagyományoknak megfelelően a nyilas misi pakk, illetve a cipős doboz adománygyűjtés már a kezdetét vette. A megszokott rendszerint a nyilas misi pakk, illetve a cipős doboz programunkat elindítottuk, már most zajlik. Ennek az értelme az, hogy egyfelől a rászoruló gyerekeket, ez a cipős doboz akció, amivel szeretnénk támogatni, határokon belül és azon túl, ez egy fontos dolog, hogy rájött arra a református egyház, hogy, és ez fontos elv, hogy a hazai rászorultakat is tekintettel arra, hogy a Covid, illetve a gazdasági válság, ez mindenkit egyaránt érint. Őket is támogassuk valahogy, tehát így gyűjtjük be a cipős dobozokat, aminek az az értelme, hogy egy cipős doboznyi szeretetet mindenki képes adni, kicsiktől nagyokig, gyermektől nyugdíjasig. Ennek az a menete, hogy ebbe a cipős dobozba olyan gyerekeknek célzottan évet, nemet föltüntetve állítsunk össze egy kis szeretett csomagot, akik valószínűleg semmit nem fognak kapni. Ilyen lehet egy kis játék, toll, ceruza, valami kis ajándék, plüss. Ezt december 12-ig fogjuk gyűjteni itt a hivatalban. Az iskoláinkban természetesen a saját rendszerünkön belül már ezt híreltük, és oda fogjuk elsőrenden, de onnan pedig egybe fogjuk begyűjteni, és a református szeretett szolgált fogja elvinni. Ez a gyerekekről szól. A korosztályt úgy nagyjából 14 éves korig szoktuk belőni. Tehát addig úgy meg lehet tervezni. A másik pedig a szeretett doboz, ami nagyságrendileg nyilván nagyobb és más stílusú adomány, hiszen egy dobozban úgy nagyjából 3-25 kilónyi valamilyen tartós élelmiszer, fogkrém, fogkefe, mosdószerek beleférnek, vagy éppen száraz tészta, tehát olyan jellegűeket, amiket hosszú távon lehet tárolni egy családnak, hiszen ezeket valószínűleg nem egyszerre fogják felhasználni. Értékben ez úgy nagyjából 6-8 ezer forint környékén szokott lenni, ebből mi igen tisztességesen szoktunk begyűjteni. Tájékoztatásul mondom, hogy tavaly például 2,5 millió forint értékben gyűlt össze. Annak ellenére, hogy nagyon komoly gazdasági helyzet van mindenütt, de az embereket ez megmozgatta. Ennek is december 12 a begyűjtési határideje, hiszen december 15-én szeretnénk eljutatni a központi raktárba, ahonnan pedig nem mi, hanem a begyűjtött évek alapján szortírozzák és szórják szét. Mint megtudtuk, Kárpátaljára, Észak- és Délnyugat Magyarországra szokott a csomag jó része kerülni. Név és cím nélkül kell a csomagokat leadni, csupán a lelkészi hivatal által vezetett regisztráción kell átesni. Kárpátaljára fog belőle menni, illetve ahogy a múltkor voltak olyan területek, főleg Észak-Magyarországon, illetve Délnyugat Magyarországon, ahová igényt nyújtotta be és odavitték ezeket az adományokat. Természetesen minden név nélkül szoktunk, természetesen mi magunk fogjuk csak regisztrálni, tehát senki ne féljen attól, hogy kap egy levelet, kap egy megkeresést, hiszen nem fogja tudni senki, hogy hova jutott el az adomány, illetve senki nem fogja tudni, hogy kitől kapta, mert mi valljuk a Bibliából, hogy amit az egyik kezeddel teszel, azt ne tudja a másik, mert nem azért csináljuk, mert jó emberkedünk, hanem azért, mert hálásak vagyunk a Jóistennek azért a rengetegért, amit kaptunk. Hálásak vagyunk azért, hogy adhatunk, és hálásak vagyunk azért, hogy egy békében lévő országban élünk, és ez ilyenkor természetes, hogy ezt a hálát, ezt az örömet megosztjuk. Az esperes a továbbiakban még arról is szólt, hogy van egy kívánságlista elnevezési új rendszer, hogy bárki az interneten keresztül le tudja adni az igényeit a református egyháznak, hogy mire van szüksége. Ez egy új rendszer a református egyházon belül, pontosabban nem először van, de vadonatújnak mondható. Nálunk először lesz így, hogy ezt meghíreljük, hogy mindenki az interneten keresztül van egy
hely, egy szájt, egy oldal, ahol le tudja adni az igényeit. Például egy rászoruló család a református egyháznak, és akkor ők pedig összegyűjtik. Ez lehet innen Karcagról is, mert itt is vannak rászorulók. Tehát értelemszerűen ezt meg aztán végképp nem tudjuk mi nyilvántartani, ez a közegyházunknak, az országos egyházunknak a rendezvénye, vagy a programja, tehát még egyszer kívánságlista ez. Ezentúl bárki, aki a 1358-as telefonszámon kezdeményez egy hívást, ő is a hívás díjával ezt a programot támogatja. Tavaly mintegy 1300 gyermeknek lett a kívánságlistája kielégítve, ezzel is szebbíté a rászorulók ünnepét.